Szevasztok, köszöntelek benneteket, az élő restartot látjátok, én a Vendi vagyok, szokásos egyórás informatikai műsorunk fog következni. Tartsatok velünk, a képernyő alsó részén található elérhetőségeinken pedig egészen nyugodtan szóljatok hozzá a műsorhoz, telefonáljatok, skypoljatok, vagy Facebookon is lehet nekünk üzenni. Kezdem a legfontosabb informatikai érdekességekkel, aztán utána jöhetnek a ti hozzászólásaitok. Bluetooth vs. Jack, ugye már ez egy örök téma mostanában. Idén egyre több mobilról tűnik el ugyanis a jack csatlakozó, de vajon jó híre ez, vagy inkább van jobb alternatíva, vagy nem mindenkinek éri meg majd mondjuk olyan telefonra váltani, amiben nincsen majd jack dugó. Ugye az Apple robbantott 1900... Nosztalgiáztunk itt a műsor előtt a kollégákkal, úgyhogy azért jutott eszembe az 1900, nem 2006-ban, tehát ugye a tavalyi évben, amikor is ugye elhagyta a jack csatlakozót az iPhone-okról. Ez ugye egy radikális lépés volt, és hát elég nehéz belekötni, illetve hát nem nehéz belekötni, inkább úgy mondom, mert hát sokaknak ugye felháborodást keltett sokakban, hogy hát akkor most mi lesz? Nem tudom rádugni az én kedvenc fülhallgatómat az iPhone-ra. Hát ez így van bizony. Hosszú távon azért viszont kezdenek lenyugodni a kedélyek, és akár még hasznunkra is válhat, ha a mobilokban felszabadul némi hely, amit esetleg másra lehet majd használni, és más egyéb funkciókat lehet beleépíteni. A lépést sok konkurens ki is használta, és voltak olyan reklámok, ahol kifejezetten azt hirdették, hogy náluk bizony még van jack csatlakozó, aztán elcsendesedett ez a botrány is, és most úgy tűnik, hogy több gyártó is szépen lassan, de elhagyja a jack ajzatot. És hát ugye mi lehet az alternatíva, vagy valami univerzális egyéb csatlakozófajta, ami ugye megint csak... Ha a különböző gyártókat nézzük, legalábbis ugye az Apple mindig egy külön irányba megy, és most azért eléggé szabványváltás van az androidos piacon is, ugye itt az USB Type-C csatlakozó kapcsán egyre több mobil ezt kapja meg, és hát ugye van a hagyományos micro USB, ami majdnem kialakult szabványnak, de aztán ugye a jelek szerint mégsem ez lesz az út. Tehát minimum három csatlakozási formáról beszélünk, ami azért megint csak megnehezíti mondjuk az esetleges fülhallgató csatlakoztatási lehetőséget. Hát a tovább lépés nem más, mint a Bluetooth, vagyis ugye a zsinór nélküli kapcsolódás, ez sokkal kényelmesebb, ráadásul a Bluetooth széles körben támogatott szabvány, amivel ugye az adatátvitel mellett hangot is lehet továbbítani, ráadásul két irányba. Mindez szépen hangzik, de azért vannak árnyoldalai is ugye nagy szabadságnak. Egyrészt ugye a füleseket ezentúl tölteni kell, mert hát ha vezeték nélküli, akkor valahonnan azt táplálni kell. Ugye hát most nem hiszem, hogy a 220-at húzza maga után valaki, de a jacket meg nem tudja bedugni, mert annak akkor sok értelme nincsen. Tehát magyarul tölteni kell. Egyrészt ugye ez a helyzet, aztán ugye nagyobb és extra akkumulátorok is kellenek a rádiós egység miatt, mert hát gyorsan is merülnek ezek a fülesek. Emellett ugye a Bluetooth-ban más Bluetooth szabványba, illetve a Bluetooth frekvenciában más rádiók is bezavarhatnak, az bizony ronthatja ugye a zenei élményt. A legtöbb telefonnál gond ráadásul még az is, hogy egyszerre csak korlátozott mennyiségben lehet Bluetooth kapcsolatot kezelni, tehát vannak olyan telefonok, amik egyszerre csak egy Bluetooth eszközzel tudnak például kommunikálni, és hogyha az ember szeretne mondjuk még egy másik Bluetooth eszközt is használni, tehát például, mit tudom én, az autójához hozzá kapcsolni mondjuk az autónak a fedélzeti kompjúteréhez a telefonját, mint például én néha hozzászoktam, de mondjuk az én telefonom kezel több Bluetooth-t is, akkor az bizony ezekkel a készülékekkel nem megoldható. Illetve ha mondjuk több headsetet akarunk hozzá kapcsolni, akkor meg ugye gond lehet azzal, hogy most melyiken szóljon a hang, illetve melyiknek a mikrofonja legyen az, amelyik mondjuk aktív a kommunikáció folytán, tehát hogy azért ezzel lehetnek gondok, és hát természetesen ugye az előbb is hallottuk, mivel a hang nem igazán fejlődött tovább gyakorlatilag az elmúlt időszakban, ezért itt gondok lehetnek. Mindez azonban eltörpül az egyik legnagyobb gond mellett, amire sajnos még az idén várható Bluetooth 5 sem kínál megoldást. Hát ez gyakorlatilag, amiről az előbb beszéltem. Sajnos hiába a Bluetooth 5 újdonságainak hosszú listája, ugye a dupla sebesség, a nagyobb hatótávolság, továbbra sem történt előrelépés a hangátvitel módjában, vagyis nem támogat az eddiginél jobb minőségű hangkapcsolatot. Sajnos a mai Bluetooth fej- és fülhallgatós megoldások veszteséges elven tömörítik a hangot,
Ami jó rendszer esetén bizony sokan kihallanak a zenéből, vagy legalábbis ezt mondják, hogy hallják. Az előrejelzések szerint ez 2018-ig nem is várható, hogy változni fog. A Bluetooth szabvány frissítés, ami kifejezetten ugye a hangminőség javítására fókuszálna, még várat magára. Reméljük, a trendet látva a Bluetooth fejlesztésért felelős csapat, ugye az úgynevezett Bluetooth Special Interest Group megváltoztatja majd az ütemtervet, és hát a hangra is fókuszál kicsikét, ha már alapvetően ugye főleg erre szokták használni az emberek, hiszen adatátvitelre már egyébként sem nagyon használjuk ugye a Bluetooth-unkat, az régen volt menő, hogy küld már át ezt a Nokia nem tudom milyen 3210-es vagy 3210-essel készült fotót, küld már át nekem Bluetooth-on, ugye? Mert hát akkor még nem nagyon volt felhő, meg e-mail-lezni is csak nehézkesen lehetett a telefonokkal. És ha az ember, bár ebben mondjuk hülyeséget mondtam, ebben a telefonban még nem is volt kamera, de most csak, hogy érezzétek, hogy miről van szó. Tehát, hogy a Bluetooth-t annak idején teljesen más dolgokra is használtuk, például adatátvitelre. Manapság telefonok, számítógépek közötti adatátvitelre már nem nagyon használunk Bluetooth-t. Tehát sokkal egyszerűbb elküldeni e-mailbe, vagy megosztani a Facebookon, vagy a Viberön, vagy bárhogy mondjuk egy fotót, vagy bármilyen fájlt. Nem igazán a kommunikációra használjuk már a Bluetooth-t, hanem leginkább a kihangosító, illetve ugye a fülhallgatós megoldásokra, és pont ezen a téren nem történt semmilyen szabvány módosítás eddig, úgyhogy ez várat magára még mindenképpen. Akinek ez a minőség nem felel meg, azok számára nincs más megoldás, mint hogy vásárolnak USB Type-C-s, vagy Apple esetében Lightning-es átalakítót, és abba dugják bele a hagyományos zsinóros fülhallgatójukat. Lehet nyugodtan erről is véleményt mondani, többször beszéltünk már erről, de most ugye azért jött ez a hír elő megint csak, mert hát ugye sorra jelentik be a gyártók a különböző készülékeiket, például az S8-assal kapcsolatban megtudtuk tegnap, ugye egy ilyen kis idővonalat fogok lassan vezetni, hogy tegnap előtt még nem tudtunk semmit. Tegnap már megtudtuk, hogy március 29-én fogják, ha minden igaz, bemutatni. Ma mondok nektek egy újabb dátumot. Ugyanis áprilisi a következő dátum, nagy valószínűséggel ekkor fog megjelenni majd. Az új dátum az április 14. Tehát ez mondjuk nem egészen világos számomra, hogy ez a megjelenés időpontja, vagy a bejelentés időpontja, mert a bejelentés az tegnap még március 29-e volt. Ez az április 14, ez elvileg a megjelenés időpontja, tehát ettől az időponttól fogva lehet majd hozzájutni az S8-as Galaxy készülékekhez. Iparági benfentesektől származó értesülések alapján a vezető mobilgyártók elég nagy részének elérhetetlen lesz egyébként, és ez egy újabb fontos része a hírnek, ugye a Qualcomm legmodernebb Snapdragon 835-ös rendszercsipje, mert hogy ugye ezt szeretnénk nagyon sok készülékbe beletenni. Többek között a mostanában érkező és szintén már kiszivárgott információk alapján specifikációkat tudhatunk, például az LG legújabb üdvöskéjéről, az L6-osról, illetve a G6-osról, bocsánat, illetve a HTC-nek is az új készülékéről, csak hogy annyit már most tudunk, hogy azokban a régi Snapdragon, az előző verzió, a 821-es lesz megtalálható. Hogy miért van ez így? Azért, mert a Samsung bespejzolt gyakorlatilag, tehát ő úgy van vele, hogy az S8-asra fókuszál, és már jó előre befoglalta a gyártó kapacitást, tehát gyakorlatilag a Snapdragon, tehát a Qualcomm nem tud több Snapdragon processzort legyártani, örülnek, ha az S8-asokhoz majd ezt a legújabb processzort, illetve chipkészletet fogják tudni egyáltalán odaadni. A helyzetért ugye tehát a Samsung felelős, mert be akarja biztosítani magát, hogy a legfrissebb megoldások a saját csúcsmobiljában, a Galaxy S8-asban jelenjenek meg. Persze a kép ennél jóval árnyaltabb, a Qualcomm ugyanis nagyban függ a Samsungtól, hogy le tudja gyártani a chippeket. A Forbes szerint április 14-én fog tehát megjelenni az S8, és már a legújabb Snapdragon 835-ös processzorokkal fog jönni, de ez még egy kérdőjel, tehát még az sem biztos. Lehet, hogy majd kétféle változatban fog megjelenni, valamelyikben még a régit fogják használni. Tehát megint csak ott tartunk, hogy amit én szoktam is mondani, a legújabb telefonok megjelenése kapcsán, hogy ne tessék rögtön a boltba rohanni. Mert simán lehet, hogy valamit idézőjelben elrontanak benne, ez most ebben az esetben nem feltétlenül gondolok arra, mert a Samsungnál ugye sose lehet tudni, hogyha most nagyon gonosz akarnék lenni.
De elképzelhető, hogy nem ezzel a processzorral érkezik még, illetve ezzel a lapka készlettel, hanem az mondjuk majd csak egy későbbi frissítés során kerül az újakba bele, tehát hogyha valaki nagyon ideje korán vesz majd ilyen készüléket, lehet, hogy úgymond lassabb lesz az a készülék, amit vásárol, pedig ugyanaz lesz, csak kicsit lassabb lesz a procia. A csúszásnak persze lehet köze egyébként ugye a Note 7 fiaskójához is, de ugyanilyen fontos szerepe lehet annak, hogy a 2017 az iPhone 10. születésnapja, és hát ugye ez miatt nem akarják a gyártók elsietni a saját készülékeik bemutatását. Ha az Apple valami hatalmas dobásra készül, akkor a Samsungnak is nagyon fel kell kötnie a gatyót. Az biztos, hogy nem csak az akkumulátorokkal nem hibázhat a jövőben a Samsung, de olyannak kell lenni az S8-asnak a világ felé, hogy azzal minden tekintetben élen járjon. Ez ugye az eddigi modellek során, ugye a Galaxy sorozatban azért ez mondjuk sikerült elérni a Samsungnak, tehát mindig is a Galaxy S sorozat volt a legmodernebb és a legcsúcsabb mobil. Hogyha sikerül most esetleg ezt a 835-öset addigra legyártani és azzal szerelik, akkor megint csak borítékon van az első hely. Már tavaly ősszel bejelentette egyébként a Qualcomm az új chippet, de a legizgalmasabb részleteket ugye a CES-en mutatta be a nagy közönségnek. Hát mit is tud egész pontosan ez a processzor, most csak egy-két feature-t mondjunk róla, ami miatt állítólagosan a legeslegdurvább és a legeslegcsúcsabb processzorról van itt szó. Visszatérnek a 8 magos processzor dizájnhoz, tehát 8 magasak lesznek a procik, 20%-kal növelik a teljesítményt, ami akár 2,5 órával hosszabb akkumulátoridő mellett fog tudni működni. A Q-Sync nevű funkció úgy szinkronizálja a megjelenítő és a grafikus chip működését, hogy a játékosoknak szánt PC-ken, ugye az Nvidia G-Sync vagy az AMD-nek ugye a FreeSync eljárása, tehát igazából a grafikai téren is elég durva teljesítményre lesz képes. 5 perc töltéssel 5 órányi működésre elegendő energia kerül a mobilok akkumulátorába a Quick Charge 4-es szabványnak hála. Gyenge minőségű kábelen nem ereszt át túl nagy feszültséget, tehát ezt is le tudja szabályozni, illetve az X16-os modemmel már az 5G-re is fel tud csatlakozni a Qualcomm. A mobil netes sebesség maximum a gigabites lesz ezáltal, rosszabb hálózatokon is javul a vétel, nem csak az AC-s szabványú Wi-Fi-t támogatja majd, hanem az úgynevezett 60 GHz-es frekvencián működő, brutál gyors, ugye AD szabvány is bele lesz már építve. Erősebb támogatást kap a hangfelismerés és a mesterséges intelligencia, továbbá pedig támogatott lesz hangszinten a 32 bites 384 kHz-es audio, mindez 115 decibel jelzaj arányjal, Bluetooth zenelejátszás esetén pedig ugye az 5-ös szabvány kerül bele, ami az APTX, illetve APTX HD szabványokat támogatja, tehát azért az iménti hírhez egy picit hozzá kapcsolódva azért van némi fejlődés az 5-ös Bluetooth szabványban hang terén is, de igazából ez nem magának a szabványnak köszönhető, hanem az egyéb más olyan eljárásokon keresztül, ami a Bluetooth 5-ös szabványon keresztül fog tudni működni, de ez nem maga a szabvány, csak ezen keresztül tudják megvalósítani. Úgyhogy ez várható, ne kapkodjunk, ez a lényeg, és ezeket az időpontokat sem, amik most itt elhangzottak a napokban a készülék megjelenése, illetve bemutatója kapcsán, ezeket se tessék készpénznek venni, de ha minden igaz, akkor jelenleg úgy áll a dolog, hogy március 29-én bejelentik, és április 14-től lehet majd kapni. Jó, tehát akkor jelenik meg hivatalosan a készülék. Na, hogy túl nagy újdonságot nem fogunk megtudni valószínűleg, hiszen már mindenki szivárgott. No, aztán egy nagyon figyelemre méltó szabályozás, ugye a szabályozás az általában mindig negatívan szokott bennünket érinteni, hogy már megint mit szabályoznak, de vannak olyan szabályozások, ami kimondottan örömteliek lehetnek. Egyelőre persze csak az Egyesült Államokban, de ugye hát Európa és a világ többi része az folyamatosan követi úgyis az amerikai trendeket, tehát nagy valószínűséggel hamarosan, hogyha ezt ott kint sikerül megvalósítani, akkor nálunk is változni fognak. A szervizeléssel kapcsolatos hát különböző tevékenységeket akarják kicsit egyszerűsíteni, illetve jobban javíthatóvá
szeretnék tenni az elektronikai eszközöket. Minden eddiginél kevésbé javíthatóak ugye a fogyasztó elektronikai eszközök. Ennek pedig két alapvető oka van. Egyrészt, hogy egyre integráltabbá válnak az eszközökben használt elektronikai berendezések, másrészt pedig egyes gyártók mesterségesen is gondoskodnak arról, hogy anyagi szempontból ne érje meg javítatni a termékeket, inkább vegyenek helyette újat a fogyasztók. Utóbbi általában úgy működik, hogy a gyártók kizárólag az alapvetően is drágán dolgozó hivatalos márkaszervizek számára biztosítanak csak csere alkatrészeket, ráadásul számukra is aranyáron. Az olcsóbban dolgozó nem hivatalos szervizek ezért gyakran nem tudják vállalni a javítási munkát, mert nem képesek alkatrészt szerezni az adott javítandó telefonhoz, táblagéphez, bármilyen olyan elektronikus eszközhöz, aminél ugye hát bizony szükség van arra, hogy bizony kicseréljék az alkatrészeket, már amelyikben ki lehet, ugye? És hát most a silány minőségű után gyártott alkatrészeknek meg senki sem örül, viszont hivatalos gyári alkatrészeket meg nem biztosítanak számukra, ezért tényleg nem csoda, ha bemegy az ember egy mobilboltba, és azt mondják, hogy hát sorry, de ezt a mobilt nem tudjuk megjavítani. Ez nem csak a mobiltelefonokra és a hasonló kütyükre vonatkozik, hanem akár háztartási eszközökre is. Egyre nagyobb méreteket ölt ugyanis a probléma ezen a területen is. A The Repair Association nevű lobby szervezet most sikeresen elérte az Egyesült Államok 5 tagállamában, Nebraska-ban, Minnesota-ban, New York, Massachusetts, illetve Kansas államokban, hogy napirendre kerüljön egy a javításokat mesterségesen lehetetlenné tévő praktikák ellen kitalált törvényjavaslat. A szervezet szeretné elérni, hogy a márkaszervizek mellett bármely harmadik fél hozzájuthasson pótalkatrészekhez, továbbá a vállalatok hozzák nyilvánosságra a termékeik javításához szükséges úgynevezett robbantott rajzokat is, dokumentációkat, tehát hogy bárki tudja ezeket javítani, ne csak a hivatalos szervíz. A csoport leginkább New Yorkban szeretné átpréselni a törvény, tavaly már majdnem sikerült is, ám az utolsó pillanatban többek között az Apple által támogatott befolyásos lobby csoport keresztbe tett az ügynek. Remek kérdés, hogy a törvény legalább egy államban való elfogadása vajon hatással lehet-e a globális alkatrész ellátására, azaz, hogy a sarki szerviz munkatársai vajon tudnak-e majd mondjuk a Kansas államban működő másik szervizen át gyári iPhone pót alkatrészt rendelni? Jogos a kérdés. Vagy eBay, ugye? Tehát egyébként nagyon jó kis alkatrészeket lehet rendelni az eBay-ről, ezzel kapcsolatban is elárulok egy trükköt. Én mostanában javítottam egy nagyon kedves barátomnak a mobilját, kijelzőt kellett cserélni benne, itthon azt mondták, hogy alsó hangon 30 ezer forint, mert ugye megint csak olyan készülékről beszélünk, aminek hiába van berepedve csak az üveg a tetején, csak a kijelzővel együtt tudják cserélni. Egyszerűen nem lehet róla leszedni a külön az üvegborítás, mert az csak egyébként pár ezer forintért lehet kapni csak üveget. Amit nem is értem, akkor miért lehet kapni hozzá csak üveget, mindegy. Ettől függetlenül nem tudják megoldani, nagyon speciális alkatrészek, illetve műszerekkel, hogy vigyelek ezeket, eszközökkel lehetne csak ezt leszedni. Az pedig olyan drága az eljárás, hogy Magyarországon ilyet csak nagyon kevés helyen csinálnak, és ott is aranyárban. Tehát gyakorlatilag annyi a javítási költség, amennyire egyébként megveszed bolti áron a kijelzőt és az üveget, tehát hogy nem éri meg. Viszont ha az ember felmegy az eBay-re, akkor ha jó szemfüles vagy, akkor Kínából, vagy innen, onnan, amonnan, de egyébként az Európai Unió területén is, mert hogy egyébként ez is kezd divattá válni, vagy legalábbis egyre inkább jellemző, hogy például Angliába betelepülnek ezek a különböző kínai árusok, ha lehet ezt mondani, és nem Kínából szállítják egyenesen oda neked a cuccokat, hanem oda szállítják Angliába, ott ők megoldják a vámköltséget, stb. Tehát ott raktározzák, ott bérelnek ilyen storehouse-okat, ahol gyakorlatilag raktározni tudják a különböző eszközöket, alkatrészeket, bármit, és innentől kezdve, amikor ki kell szállítani, mert te mondjuk rendelsz valamit, akkor már Európán belül szállítják, tehát először is gyorsabban megérkezik, másodszor is nem kell vámot fizetni, ugye EU-n belül, tehát igazából ez jó nekünk fogyasztóknak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 30 ezer forintos, jó, abban benne van mondjuk a szervizköltség is, előlapot, illetve gyakorlatilag kijelzőt és üveget együtt, olyan 20 forintra átszámolva 6000 forintért meg lehet vásárolni mondjuk az eBay-ről. Tehát, hogy
azért van különbség, onnantól kezdve meg az ember egyébként, ha nagyon ügyes, akkor mivel szinte egy fél telefont kapsz, csak ki kell szedni a régiből az alkatrészeket és áttenni a másikba, tehát még csak ha nagyon ügyes vagy, szervizbe sem kell vinni, ha nem meg tudod oldani, mert azért, mivel az előbb beszéltük pont, hogy nagyon nehéz javítani, hiszen nincs is rajta mit javítani, mert egy nyáklapból áll a történet, meg maximum a kamerák, meg a hangszóró, vagy a fülhallgat, vagy a, mi ez a mikrofon rész, ami egyébként egy telefonból kiszedhető. A többi eszköz az rá van integrálva a lapra, tehát ha kiszeded az alaplapot, mert semmi baja nincsen mondjuk annak, és átteszed egy másik telefonba, és hozzá dugod azt a kis szalagkábelt, amivel mondjuk össze van kötve a kijelzővel, akkor gyakorlatilag átszerelted a telefonodat, tehát ezért nem muszáj még szervizbe se vinni, de azért természetes, hogyha valaki nem ilyen bátor, akkor meg lehet ezt, vagy akkor vigye inkább szervizbe, de hogy valaki ügyes, akkor otthoni megoldásokkal is meg lehet ezt csinálni, és jóval olcsóbban megúszza az ember. Tehát ezt most csak azért mondtam el, mert életszerű, és hát nem akarok én feltétlenül ilyen sufni dolgokra bíztatni benneteket, mert természetesen egy szerviz az garanciát is ad meg mindent, tehát ettől függetlenül nem akarok a szervizeknek negatív reklámot csinálni, meg úgy egyáltalán lebeszélni senkit, hogy szervizbe vigye. Én azt gondolom, hogy inkább azért szervizbe, de ha valaki ügyes, meg ért az elektronikához, meg úgy egyáltalán van némi tapasztalata, akkor egyébként otthon is meg lehet ezeket csinálni, és lehet ezzel jókora pénzt spórolni. Úgyhogy, oké. No, menjünk tovább. Dropboxnál voltak problémák az elmúlt napokban. Sok éve törölt fájlok váltak újból elérhetővé a felhasználóknál. Ez mondjuk egyébként inkább a pozitív történet. Nincsen, hogy eltűnjenek a fájlok. Olyan fájlokról beszélünk, amiket mondjuk évekkel ezelőtt letörölt valaki, egyszer csak újra megjelent a Dropbox-ában. A Dropbox felhasználók valószínűleg jól tudják, hogy a rivális szolgáltatók módszerétől eltérően a felhő tárhelyről törölt fájlok nem egy kuka mappába kerülnek, hanem végleges megsemmisítésük előtt egy listába, amelyen keresztül 30 napig visszaállíthatók. A fájlok tényleges és visszavonhatatlan törlése csak a kérdéses időszak lejárta után fog megtörténni, kivéve ha mégsem, ugyanis a szolgáltatás programozói nemrég felfedeztek egy hibát a fájltörléseket kezelő kódban, amelynek köszönhetően a végleges törlésre váró fájlok ugyan eltűntek a felhasználók visszaállítási listáiról, azonban ténylegesen nem törölődtek le. A hibát mostanra sikerült megoldani, azonban a művelet közben egyes érintett felhasználók fiókjaiban véletlenül újra megjelentek a hibának köszönhetően a mégsem törölt állományok. Az információ alapján ezekből 2-7 évre próbáltak megszabadulni a felhasználók. Tehát volt, akinek olyan adat került vissza, olyan fájl került vissza a Dropbox-ába, amit mondjuk 7 évvel ezelőtt törölt. Úgy egyszerűen csak ott lett újra. Ami mondjuk abból a szempontból lehet bajos, hogy ha visszakerül egy fájl, akkor azért helyet is foglal. Tehát ha mondjuk sok fájl kerül vissza, akkor lehet, hogy így hirtelen betelt a Dropboxod olyan adatokkal, amikre egyébként már nincs is szükséged, mert 7 évvel ezelőtt törölted. Természetesen a Dropbox termék támogatói fórumába szinte azonnal felmerült, hogy talán valamiféle hacker támadást szenvedett a szolgáltatás. Ezt egyértelműen cáfolta azonban a vállalat. A kevésbé izgalmas valóság az, hogy egy metainformációs inkonzisztenciára visszavezethető szoftverhiba bugosra sikerült javítási kísérlete áll a kísértett járás mögött. Hogy szépen fejezzük ki magunkat. Tehát bugos a Dropbox, tehát ezen annyira nem lepődünk meg. Egyébként a konkurens tárhely szolgáltatóknál is vannak problémák, hát a Google Drive-val milyen gondok vannak, hogy vállalati szinten van szerencsém pár cégnél Google Drive felhőszolgáltatást használni. Hát a jogosultságosztások, gyerekek, mire oké, adok valakinek jogot valamire, és miért kell annak fél órának eltelni, hogy azt hogy tényleg meg is kapja? Tehát, hogy... És addig nem tudsz tovább lépni, mert ha alkönyvtárakra is adni akarod, akkor gyakorlatilag amíg nem kapta meg a főkönyvtár, addig az alkönyvtára se tudod neki megadni, tehát innentől kezdve meg kell várnod, amíg tuti megjelenik, és van, hogy fél órát kell várni, mire egy jogosultságot megad. Mondjuk egy ilyen 150 fős vállalat esetén, tehát egy nagy vállalatról beszélünk, ugye a G Suite alkalmazás segítségével, ami ugye a vállalati Google Drive, tehát hogy nem egy sima egyszerű mezei Google Drive-ról beszélünk, hanem ez a fizetős verzió, ami felhasználónként
alsó hangon 6 dollárt fizetsz havi szinten, egy ilyen szolgáltatás esetén én azért kicsit többet várnék a Google-nél is. Most az, hogy az ember, mert érted, magánfelhasználóként beállítok egy jogosultságot, megosztok bármit, az általában működik, tehát ilyennel még nem találkoztam. Viszont pont a JCU, tehát ami a vállalati verzió, ott vannak ilyen gondok, ezen azért lenne még mit javítgatni a Google-nek. Hát a OneDrive-ról meg ne is beszéljünk. Tehát amikor felszinkronizálsz valamit, és nincs ott, tehát hogy akkor milyen szinkronizálásról beszélünk. Tehát azért mondom, hogy minden felhő szolgáltató megéri a pénzét, most ezt idézőjelbe téve értem, mindenképpen azért csekkoljuk le, amikor szinkronizálunk. Érdekes egyébként, hogy mondom, magánfelhasználóknál ilyen gond nagyon ritkán fordul elő. Vállalati felhasználás szinten viszont, ahol nagyon sok adatmozgás van, és sok felhasználó sok adatot szinkronizál, ott bizony sajnos ilyenek előfordulhatnak. Tehát ahol mondjuk mitén percenként 20-30 fájl mozog legalább alsó hangon, nagyméretű fájlok is, dokumentumok, stb. Azoknak a különböző, főleg a jogosultság, ma fájl ott van, a Google Drive, vagy a, mi az a OneDrive-nál, a Microsoftos felhőszolgáltatásnál van olyan, hogy a file sincs ott. Tehát felmásolod, kiírta, hogy szinkronizás kész, rámész a Drive-ra, és nincs ott a file. Hát akkor milyen szinkronizálás van? És persze van, hogy mit én pár perc van megjelenik, de mihez kell pár perc? Hát nem az a lényeg, hogy szinkronba legyen? A Drive-nál megmondom, ott jogosultsági, nem mondanám problémának, késés van, mert megcsinálja, csak lehet, hogy fél óra múlva. Tehát egyszerűen valószínűleg olyan szinten terhelt a rendszer, hogy ezen lenne még mit azért fejleszteni, csak az a legszomorúbb, hogy pont a vállalati ügyfeleknél, mert mondom ezt, mint magánfelhasználó, hogy nem vettem észre, hogy ilyen problémák lennének, viszont vállalati környezetben már tapasztaltam nem egyszer. Mert van, amikor megcsinálja rögtön, de van, amikor, tehát hogy ez ilyen idő, ez kicsit olyan, mint a YouTube is, tehát nem? De azt azért Józsi is szokott elég sok videót feltölteni. Van, hogy mit tudom én, fölmegy 10 perc alatt egy videó, van, hogy 2 óráig nem akar felmászni. Pedig a mi internetünk az dedikált, és mindig ugyanannyi, és nincs terhelve, mert első éjszakai időpontról beszélünk, amikor itt a tévén már senki nem netezik. Tehát sávszélesség van. Jó, a Google szerverei lehet, hogy terheltek. Ez lehetséges, mert ezt időszakban ugye sokan videóznak, töltögetnek föl le, nagy valószínűséggel ez az oka, illetve az, hogy maga a szerver is, nem csak a sávszélesség, maga a szerver is ugye terhelt, hiszen hogyha sok-sok adat érkezik be, akkor nekik azt egyszerre kell feldolgozni, bizony az sajnos idő. Ugyanígy az esetleges különböző minőségi, most a videók esetén, hogy mit tudom én, feltöltöd a videót, akkor már fönn van a videó, de még mindig nem lehet igazából megnézni, mert feldolgozás alatt van, van, hogy órákig feldolgozás alatt van. Ezért van az, hogy például általában a műsorok, amikor feltöltjük, mondjuk ezt a restartot is, azt csak másnap szoktuk publikálni, mert van, hogy éjszaka még mindig nem elérhető a fájl. Persze a YouTube-on már bárki meg tudja nézni, aki amint elérhetővé válik, csak ugye a weboldalunkra nem tudjuk feltölteni, mert most hajnali 2-kor ezért nem fogunk senkit beállítani, na most akkor publikáljuk-e a weboldalunkra is, mert ugye ez egy külön szerkesztőségi rendszer. De ugye ezért vannak ezek a késések a mi részünkről is, mert hogy egyébként ezzel kapcsolatban is rengeteg hozzászólást kapunk, illetve kérdést, hogy hol van ma ez a műsor, meg miért nincs még föltöltve, nem rajtunk múlik egy csomószor, hanem hát a rendszerek lassúak. És mire egyáltalán eljutunk odáig, hogy feltölti, akkor megcsinálja belőle a különböző formátumokat, tehát ugye, hogy HD legyen, SD legyen, mert ugye az egészet újra kódolja ráadásul a YouTube, hogy különböző minőségi formátumokba el lehessen érni. Ez mind idő, és van, hogy órákat vesz igénybe, tehát higgyétek el, nem rajtunk múlik. Jó. Firefox. És akkor ez az utolsó írünk mára, majd látom, megy az idő. Megjelent, kérem szépen, elkészült a Firefox 51-es verziója, több hasznos apróság mellett, például a FLAC formátumú zenelejátszással is kibővült a böngésző. A terveknek megfelelően stabil kiadásba került a Mozilla Firefox 51-es, a böngésző friss főverziója, Tehát fő verziója aránylag sok újítást hozott, az összességében legfontosabb fejlesztéseknek a FLAC hangfájlok natív lejátszása, illetve a WebGL 2-es grafikus környezet támogatása számít. Kiemelkedő még, hogy az új típusú Web Extensions bővítmények már hozzáférnek a vágólaphoz, továbbá
a reklámcégek új lenyomat készítő követő szoftvereivel való kibabrálás érdekében mostantól két akus üzemmód lekérésére használható JavaScript API is kerekített értéket ad vissza a lekérdezéskor. Ez mondjuk nem tudom kinek mennyire számít, de fejlesztőknek biztos fontos lehet. Ezzel nem fújt ki egyébként az újdonságok köre, a jelszó mentésére rákérdező pop-up felületen előzetesen megtekinthetővé váltak a menteni kívánt adatok, a nem HTTPS kapcsolatot használó belépő oldalak esetén biztonsági figyelmeztetés jelenik meg a címsorban. Linux alatt már a SCIA könyvtáron keresztül történik a 2D renderelés, továbbá GPU gyorsítással nem rendelkező gépeken javult a videó lejátszás teljesítménye, tehát ezt is optimalizálták, letölthetővé vált már a Mozilla oldaláról, frissítsétek mindenképpen a böngészőteket, ha ez magától esetleg nem frissülne. Oké. No, hát ennyi. Ennyit első körben, az, hogy lejtőn vannak a Mac-es eladások, erről most már nem akarok túl sokat beszélni, úgyhogy majd erről beszélünk. Beszélünk holnap, vagy máskor, vagy olvassátok el az erre vonatkozó hírt, ha valaki esetleg megosztja. facebook.com/fixhd. Nézzük, hogy miket írtatok, illetve indítom a Skype-ot is, él a telefonunk is, csörögjetek nyugodtan. Azt mondja, hogy... jó, jelentkezz már be, itt malmozik a Skype nekem szokás szerint. Igen. Oké. Kis türelmet, csak ugye itt, amikor elindítok mindent, akkor még kicsit lassú a gép, hogyha minden ilyenkor indul el. Dáviddal kezdjük. Szia, Vendi! Okos tévét vagy sima tévét, és hozzá Chromecastot vegyek. Melyik érné meg jobban, mert ugye Chromecast olcsóbb megoldás, laptoppal, telefonnal és táblagéppel is működik a képernyő tükrözés, de állítólag a 1080p-s HD filmeket PC-ről streamelve képminőség romlást eredményez, míg okos tévén nem. Igaz ez? Nem tudom. Okozhat, attól függ, mivel streamelsz. De ha natív küldöd a videót, és maga a Chromecast játsza, és nincs újra kódolva a videó, akkor nem szabadna neki minőségromlást okoznia. Ez akkor szokott előfordulni, mondjuk feliratos egy film, mert akkor mondjuk nem natív megy át a film, hanem maga a program, ami lejátszaná, vagy küldené a Chromecast felé, ő beleégeti a feliratot a videóba, ergo újra kódolja, tehát hajtja a processzorodat, mint az állat, és azért ott neki real-time-ba kell egy 1080-as videót megcsinálni, tehát ez gyengébb gépeken ne is próbálkozzatok ilyesmivel. Ott romolhat a minőség, mert újra kell kódolnia. De ha felirat nélküli videót akarsz kiküldeni, amihez nem kell hozzányúlni, hanem natív akarod átküldeni, ott nem kell sem, de nem romlik a minőség, ugyanaz játszódik ki, amilyen a fájlnak az eredeti formátuma. Úgyhogy ezt a Chromecast-tal kapcsolatban, hát igen, pont a Józsival beszéltünk most délután megint csak erről, hogy ő most vett egy tévét, remélem ez nem titok, és hogy sima tévét vett, mert hogy neki is van Chromecast, innentől kezdve mi a francnak az okos tévé, nem? Tehát, hogyha az ember webezgetni, a számítógépéről webezik, vagy mobilról, és igazából csak média fogyasztásra, tehát videók, hangoknak a lejátszására használja a tévét egyáltalán ilyen szinten, akkor igazából ez Chromecaston keresztül is megoldható, tehát tényleg szinte azt kell, hogy mondjam, hogy tök felesleges egyébként okos tévét venni. Már csak azért is, én mindig is ellene voltam, mert nincs egy normális szabvány. Tehát, hogy ahány gyártó, annyiféle operációs rendszer, annyiféle külön applikáció, és általában az applikációk elég gyér mennyiségben és minőségben vannak megcsinálva, pont azért, mert a fejlesztők egyszerűen bizonyos gyártóknak a platformjaira nem tudnak fejleszteni, mert nincs hozzáférésük, nem tudják, hogy milyen formátumban kellene egyáltalán egy applikációt elkészíteni. Talán ami egy kicsikét érdekes lehet, és egyre többen ezt pont mondtam, hogy pár héttel ezelőtt voltam ilyen híradás technikai, tehát ilyen áruházban, ahol nézegettem én is a tévéket, és azért annyi fejlődés már van, hogy a nagyobb gyártók is nekiálltak androidos tévéket
gyártani, ami abból a szempontból jó lehet, hogy ugye az Android mint platform adott, innentől kezdve a rajta lévő applikációk is adottak, tehát az okos tévén futtathatók a táblagépen, illetve telefonon megszokott applikációk. Ez már egy fokkal jobb, ez mintha egy picit már talán azt lehetne mondani, hogy szabványosabb, pláne, hogy több különböző gyártó is gyakorlatilag ezt alkalmazza, tehát innentől kezdve ez már egyfajta szabványosodás. De azért, ami itt az elmúlt években volt okos tévé területen, az szerintem az nem az igazi ebből a szempontból, úgyhogy én sem javaslom feltétlenül. Meg mint mondtam, ha van Chromecast, vagy most nem csak Chromecast, hanem bármilyen ilyen streamelő eszközöd, akkor igazából tök felesleges. Ráadásul gondolja a plusz egyéb előnyeire az ilyen stream stickeknek. Elmész nyaralni, fogod, kiúzod a tévéből, elviszed a nyaralóbot, bedugod a tévé, és ugyanúgy használod. Tehát, hogy nem kell az okos tévét magaddal cipelni, nem? Hanem csak a kis sticket viszed, és kész. Ugyanúgy tudod használni. Oké, van telefonálónk. Halló, halló! Halló! Halló, szia, Bendi! Károly vagyok, Zugló. Halló, Károly, parancsolj! Egy régebbi időkre vonatkozó kérdésem van. Igen? Mégpedig az, hogy lényegében egy Video Studio 7-es programot szeretnék használni, mert ezt ismerem, és ez nekem ilyen jogtiszta. Uh-huh. Most viszont gigabájtos viszonylag új gépen van, és egyszerűen egy patás Winchesterem van a gépbe, és nem tudom rátelepíteni mondjuk az XP-t, mert csak azzal tudom ezt a programot használni. Nem? Van erre valami megoldás? Hmm. 8-as van különben a többi Winchesteremen a gépen, uh-huh. De azokon ezt a régi Video Studio 7 nem működik rendesen. Hát igen, a régi szoftverekkel... Lehetne XP-t tenni? Hát igen. Lehet, ugye, hát mondjuk a pata az egy elég régi szab... Beteszem a... Vagy most nem egészen értem, hogy ez, vagy nem egyről beszélünk, ugye a pata az egy viszonylag régi szabvány, tehát az Windows XP által még támogatott hát szabvány mindegy, is, tehát simán kellene, hogy menjen. Az mindegy szerintem, hogy milyen a Winchester. Hát nem feltétlenül nem? Egyébként, illetve hát igazából a csatlakozó felülete, vagy a csatlakozó, vagy a vezérlőnek a miensége, az elvileg mindegy. SSD-nél lehetnek gondok, alap szinten ugye az XP nem támogatja az SSD-t, tehát hogyha az ember egy harmadik féltől származó drivert persze beletelepít a telepítőbe, vagy a telepítés közben megadjuk az SSD-nek a gyártó oldaláról letöltött driverét, akkor föl lehet tenni SSD-re is egyébként a Windows XP-t, de egyébként meg sima, úgymond Winchesterek esetén ilyen gondnak nem szabadna lenni az XP-nél. Tehát simán föl kéne, hogy lehessen tenni. Na most, tehát nekem is ugyanígy vagyok, ezért kezdtem a más, uh-huh. a régi patás Winchester. Na most uh-huh. a lényeg a következő. Beteszem a telepítőlemezt, és akkor nem fogadja el valamiért. Azt írja, hogy ez nem jó meghajtó. Hogy ez mit jelenthet? Hát ez nem jó a CD lejátszó neki. Aha. Hát nem tudom, hogy ez a telepítő, ez egy CD-n van, ez egy gyári telepítőlemez? Hát, CD-n van, igen. Eredeti Windows XP telepítőlemez. Értem. És a BIOS-ban át van állítva, hogy a arról bootoljon? A BIOS-ban csak azt lehet, hogy nem Windows 8, hanem other, tehát más. Az jó, az nem az, a bootsorrendbe kéne beállítani azt, hogy a lemezről bootoljon. A bootsorrend persze, hogy be van állítva. Tehát ugye, hogy a CD-ről bootoljon. Természetesen. Hát az mert hogyha, hát akkor rossz a telepítőlemez. Igen. Valószínűleg az lesz a gond, mert hogyha az van beállítva és a lemez is jó, akkor annak onnan kéne bootolnia. Ha mégsem onnan bootol, akkor valami nem jó. Annak kellene bootolni. Igen. Igen. És mondom, tehát nem, nincs ilyen akadály, hogy nem megy föl. Az nem lehet, föl, hogy tehát... már sokszor volt ez az XP telepítve, és... Hát olyan, az... És azért... Max a lemez elhasználódhatott, vagy esetleg a CD-romnak van valami baja, tehát hogy más... Ja, ez nem technikailag, hanem... Más akadálya nincs, tehát egy szoftvert bárhányszor föl lehet telepíteni, csak ugye, ha jogtiszta szoftverről beszélünk, akkor csak ugye a termékkulcsnak kell, hogy úgy mondjam, aktívnak lennie, de onnantól kezdve az most, ha az ember újra akarja húzni naponta a gépét, akkor ezt megteheti, nincs erre vonatkozó ilyen hát szintű korlátozás. Hát azért lényegében már nekem eddig is mindig telefonon kellett kérni azonosítást. Uh-huh.
Hát igen, mert az XP-nél az még, XP-nél még amúgy is volt ez a megoldás, vagy többször volt ez a megoldás, hogyha hardware csere történik, akkor persze nem fog csak úgy fölmenni, tehát hogy akkor mindenképpen telefonos aktivációt igényel. De ha el se indul a telepítés, tehát még ott nem tartunk. Az, hogy... Tehát, hogyha a telepítés nem indul el, akkor annak biztos vagyok benne, hogy valami olyasmi oka van. És ha én átraknám USB stickre az egész telepítés... Meg lehet próbálni, igen, hogy esetleg a telepítőből írni egy olyat, ami USB-ről települ. Ez is lehet egy megoldás. Illetve hát nem tudom még, hogy ugye itt egy új gép, tehát egy újabb gépről beszélünk, amire fel akarjuk rakni ez az XP-t, ugye? Ez egy 3 éves gép, igen, gigabájtos alapra. Hát még esetleg ugye az lehet, hogy itt az UEFI bútolással lehet esetleg gond, ugye az XP-nél még ez a történet, igen, ez nem az volt, a tehát legacy-re kell állítani, és akkor azzal kell megpróbálni. Tehát hát ugye be lehet állítani a boot módnál. Hát UEFI van állítva, hogy... Próbáld meg, hogy csak legacy-re állítod. Próbáljuk meg csak. Jó. Mert elvileg ugye az, hogy UEFI az az XP-nél semmit nem jelent, sőt, általában nem is szokott működni, ha arra van állítva. Lehet, hogy a lemez az képes lenne UEFI-be bootolni, de maga a rendszer nem fog tudni, tehát célszerű legacy-re állítani. Jó? Jó. Köszönöm más szépen, ötletem nincs. Nincs mit. További jó munkát. Köszönöm jó. Szépen, visszhallásra. Megyünk tovább. Itt van velünk, de sokan hívtok Skype-on keresztül is, Botival folytatjuk. Hello, Boti! Hello! Szia, parancsolj! Annyiról lenne szó, hogy nekem valamiért a YouTube ilyen fura, és nem úgy néz ki, mint az eredeti. Ezt hogy érted? Hát, hogy értem. Úgymond, hogy betölt, csak ugye, hogy ilyen, mint... hogy teljesen fehér minden, és semmi piros, és hogyha mondjuk rákattintok egy videóra, akkor úgymond nem hoz be semmit, úgy azt írja, hogy a videó nem elérhető. Uh-huh. Hát a videó nem elérhető, olyan van, hogyha le van tiltva egy videó, de én arra gyanakszom, hogy itt inkább valamilyen videó megjelenítő probléma van. Videókártyádnak a gyorsító drivere az vajon fönn van-e, ezt kéne ellenőrizni első körben. Illetve igen. Az, hogy melyik böngészőt használod, vagy milyen böngészőt használod? Google Chrome. Chrome-nál esetleg a hardware gyorsítást érdemes megnézni, hogy be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, akkor az okozhatja azt, hogy a videókártyádnak, ha nincs fönn a gyorsító driver, hanem csak egy egyszerű alapdriver van fönn, akkor nem tudja kihasználni a hardveres gyorsítást, és ha ez be van kapcsolva, akkor az hibát okoz. Akkor kapcsolt ki, vagy telepítsd föl a videókártyádnak a normális 3D-s driverét, mert ha csak alapdriver van fönn, akkor igazából azzal nem nagyon szeretnek úgy egyáltalán a videók normálisan működni. Tehát videókártyádhoz kell normális drivert föltenni. Rendben. Jó? Jó. Oksa. Más? Más nincs. Jó, oké. Akkor megyünk tovább, folytatjuk Lacival. Hello, Laci! Szia, Vendel! A előző telefonálóhoz szeretnék hozzászólni. Hogyha ugye SATA-s vinyóra van szó, az, vagy SSD-ről, az ugyanúgy kell driver a SATA controller is, hogyha AHC módban van Windows XP-ben. Így van, de hát ugye ha... Igen, jó, igen, logikus. Tehát ugye a SIDEM módba kell kapcsolni, vagy bele kell rakni a drivert telepítőre, igen, vagy nem jutunk még el odáig sem, tehát itt az a gond, hogy már be se bootol, tehát egyáltalán nem indul a telepítőről a telepítés. Azt akartam mondani, amit már kimondtál te is, hogy ugye legacy módba kell állítani, ezt ezért nem is mondtam, de... Ugye ezt is hozzá akartam tenni, de ugye ez már tájtalan, mert említetted. Így van, igen, igen. Bár onnantól, hát ez vezérlő kérdése, már hogy SATA vezérlő kérdése, mert vannak olyan gépek, én már találkoztam olyan, ami hajlandó AHC-i módba, még RAID módba is elindulni, nem muszáj ide módra tenni, de van, amelyik tényleg nem. Tehát, hogyha amelyikhez nincs normális támogatás, beépítve az XP-be, ugye a telepítőbe kapásból, ahhoz kell harmadik féltől, tehát a gyártótól származó driver, mert különben tényleg nem fog menni. És az a baj, hogy XP-nél még ugye a driver tallózási lehetőséget, ugye ahogy indul a telepítő, ott volt lehetőséget megadni, és ugye F6-ot kellett nyomni, hogyha jól emlékszem, és igen. Sajnos csak flopival lehetett betáplálni, én úgy emlékszem. Igen, bár ugye ez megint gép kérdése, mert vannak olyan gépek már BIOS szinten, ami megengedi, hogy az USB flopiként látszódjon, és A meghajtóként megeszi az USB drive-ot például.
Tehát, hogy tud az USB drive-on is, ha mondjuk arról telepítesz. Vagy ugye hát gyakorlatilag önmagát tudja tallózni, tehát innentől kezdve, hogyha arra az USB-re rámásolod a drivert, akkor az elvileg betallózható róla. De ez nem mindegyik gépnél működik. Ne valóban inkább a floppy. Azt kell, hogy mondjam, hogy én elhiszem, hogy van ilyen, mert simán lehet ilyet csinálni, ez nyilvánvaló a BIOS. Uh-huh. Ha engedi, én még nem találkoztam ilyen géppel. Én már találkoztam, azért mondom, hogy van ilyen megoldás, csak ahhoz az FDD kontrollert, ha egyáltalán még van ilyen, azt ki kell kapcsolni. Tehát, hogy ne is legyen fizikailag floppy, mert akkor egy kapásból nem is akkor azon keresni. Így van, hanem a saját lokál meghajtóján akar keresni, az pedig, hogyha az USB, akkor az USB lehet keresni. Tehát így lehet megoldani. Vagy pedig, megoldani. Hogyha egyszerű dolgot akarunk, azt hiszem még régen volt ez a szoftver, ez a Nlight, vagy na, hát igen, de hát ezt nem nevezném egyszerűnek, meg jó szét lehet cseszni vele a telepítőt, igen. Hogyha valaki azzal csinál magának egy telepítőt. Azzal lehetett még drivereket integrálni. Elvileg Windows 7-nél, meg 8-nál, meg 10-nél van a Microsoftnak erre saját módszer, egy ilyen parancsos dologgal bele lehet integrálni. Nem tudom, hogy az XP-vel működik-e. Van jó, igen, bár én mondom, tehát ezt, sőt ezt az előbb nem is mondtam, hogy ettől függetlenül én nem az operációs rendszert butítanám vissza egy szoftver miatt, ráadásul egy nagyon régi szoftver miatt, hanem inkább néznék újabb szoftvert. Tehát, hogy a videóvágás az pláne egy olyan terület, ami aztán az elmúlt időszakban elég sokat fejlődött. Tehát, hogyha egy videóvágó szoftver csak XP kompatibilis, annál manapság biztos, hogy vannak sokkal jobbak is. Tehát érdemes lenne inkább utána nézni. Még ingyenes videóvágó szoftverek is vannak egyébként, csak be kell írni a Google keresőjébe. Pont egyébként, ha jól emlékszem, volt is egy ilyen kérdés, még nem jutottam el odáig, de a műsor előtt küldte még valaki pont ilyesmi hasonló témában, hogy ő is egy régebbi videóvágó szoftvert használ, ami nem akar menni Windows 7-en. Hát tessék újabbat szerezni, van olyan, ami még Windows 10-en is tökéletesen jól megy, tehát olyan videóvágó szoftverre kéne akkor átállni. Tehát nem a régit kéne erőltetni, csak azért, mert azt ismerjük, hanem tessék megtanulni egy újat inkább, mert az legalább megy az új rendszerünkkel. És valószínűleg már lehet benne hardware-es gyorsítást alkalmazni. Pontosan, tehát azért pláne, hogyha egy jó gépe van az embernek, akkor inkább egy jobb szoftverrel próbálkozom, meg hát persze most mondhatnám azt is, hogy lehet venni szoftvereket, tehát nem csak ingyenesek vannak, ha valaki ezzel mondjuk komolyabban szeretne foglalkozni, akkor lehet, hogy megéri beruházni egy normális videóvágó szoftverbe, most nem azt mondom, hogy ilyen broadcast szintűekben, amiket mondjuk mi használunk itt a tévében, hanem azért vannak ilyen otthoni használatra, de elég jó minőségű, meg nagyon jó videóvágó szoftverek, amik mint én pár tízezer forintba kerülnek. Ha valakinek ez fontos, akkor én inkább azt javaslom, hogy inkább olyat szerezzem be. És még a YouTube-os dologhoz lenne egy ilyen hozzászólásom, hogy azért érdemes egy víruskergetőt is átfuttatni, mert hogyha valamilyen DNS módosító dolog megtámadta a gépét, és nem arra az oldalra megy a böngésző, ahova kell, akkor lehetnek ilyen problémák. Ugye a YouTube helyett egy ilyen valamilyen, mert azt mondta, hogy ilyen valami piros-fehér oldal, meg videó nem jelenik meg. Uh-huh. Hát igen, az is lehet, persze. Hát sok minden nem lehet, hát mindent nem láthatok én innen láthatlanba. Persze, ilyen tipot, mert én nemrég találkoztam pár ilyen géppel, nem tudom, most így valahogy így lett egy pár ilyen gép, ahol ilyen vírusok támadtak, nem tudom, honnan szedték össze, nem mondták a gazdáik, és teljesen más oldalakra irányították őket a böngészőbe, ugye a DNS gyorsítótárat megtámadta ez a kedves dolog. Hát persze, előfordulhat, de hát ugye ezeket ugye azért nem árt, hogy mondjam, észben tartani. Ezeket ugye folyamatosan szoktuk mi is itt mondani, amikor előjön az, hogy vigyázzunk az adatlopás kapcsán, figyeljük a böngészőnek a tetejét állandóan, hogy biztonságos kapcsolat van-e, az az adott oldalon vagyunk-e, nem-e dobált egy másik oldalra minket. Hát ez alap, mert azt azért észre lehet venni, hogyha mondjuk nem a YouTube oldalán vagyunk, és nem az van kívül, hogy YouTube, meg az ikonja, mondjuk az ikonját meg lehet hamisítani, de az, hogy youtube.com és az SSL-es zöld lakatocska ott van, azt mondjuk nem lehet meghamisítani, tehát tessék akkor ezeket lecsekkolni valóban. Okay, jó, Laci, köszönöm. Lényegében ennyit szerettem, köszönöm, hogy hozzászóltam. Hello, szia.
Megyünk tovább, azt mondja, hogy Balázs írja nekünk, szerintem érdekes, ha már ott tartunk, hogy PETA, de azt sem tudják megoldani, hogy 30 nap után törlődjenek a kukába helyezett fájlok. Nevetséges, legalábbis szerintem. Ja, most itt a Dropbox-szal kapcsolatban. Meg tudják oldani, csak bugos, valami hiba történt, valami hiba csúszott bele, tehát egyébként nem csak ez a hiba a Dropbox-szal, a Dropbox-nál vannak szintén egyébként, mint hogy egyébként az előbb elsoroltam, amikor beszéltem róla, hogy minden egyes drive-nak megvannak a sajátosságai felhőszolgáltatásoknak. Sajnos igen, tehát hogy miközben tényleg azt mondogatjuk mindenkinek, hogy mi anyavaja ezt a Szentisten? Zörgés, ropogás, csattogás, telefonálás, na mindegy. Visszakanyarodva, csak megzavarodtam picit, hogy igen, tehát hogy ugye mindenkinek megvan a sajátossága, és mindenki az arra buzdít, én is egyébként, hogy természetesen használjunk felhőszolgáltatásokat, de azért csak óvatosan. Tehát azokat is azért ellenőrizzük, tehát az emberi kontrollnál jobb ilyen szinten nincsen, tehát biztosra akarunk menni, akkor tessék a feltöltött fájlainkra időnként ránézni, pláne a fontos fájlokról van szó, mert nehogy meglepetés érjen bennünket, jó? Úgyhogy ennyit ezzel kapcsolatban. Újabb telefonálónk van. Halló, halló! Halló, halló! Halló, parancsolj! Szervusz, Vendi, egy kérdésem volna, kettő. Igen? Gyorsítok. Tavaly valamikor kérdeztem egy olyant, hogy a Windows 10-zel kapcsolatban történt egy olyan, hogy ment, eredeti rendszerű főrakva minden ment, és egyszer egy bejelentkezett, hogy hol van aktivál, hol nem. És akkor itt jöttek ilyen segítséget, ez meg az nem sikerült. Uh-huh. Végül is ilyen telefonos segítség, ugye a gépházon keresztül, telefonon keresztül pedig látom azt a hosszú számokat, aktiválva lett a Windows. Uh-huh. Tehát eredeti Windows, de mégis aktiválnom kellett. Most nem értettem, uh-huh. hogy minek. Nem tudom, hát nem emlékszel ilyen mindenre. Hát ha hardware változás történt a gépben, nem, valamiért. Semmi. Semmi, uh-huh. tehát se csere, semmi sem, ugyanaz a vinyó, minden ugyanaz. Csak amit akkor én hívtalak segítségét, hogy miért van az, hogy egyszer bedobta, aktiváljam, meg most élesítsem, uh-huh. adjak meg egy másik oldalt, mire fő. Utána két napig semmi, és akkor így szórakozott. Mindegy, uh-huh. hagyjuk ezt hosszú, telefonon beaktív, azóta aktív. Okay. Igen ám. Csak történt egy ilyen, hogy eltűnt az úgynevezett ez a start menübe, a csempet oda a bal alsó sarokba. Igen? Most én utána néztem fórumon, mindenhol, ránéztem, mit csináljak, töröljem ki, menjek bele, stb. Uh-huh. Azóta nem hajlandó visszaállni a úgynevezett, hát a Windows 10-nek az alap, ez a PowerShell, vagy nem is tudom, lehet, hogy... Hát a PowerShell az más, de mindegy, értem, azon tehát... próbáltam állítani, ránéztem fórumon, uh-huh. ezt írt be, azt csinál, csak nem megy, egyszer nem állítja vissza. Most egy ismerőse mondta, ha húzom újra, mondom, bravo, igen. de akkor én szerintem már bocsánat, el fog tűnni minden, ami nem ideig. Nem fog, mert igazából a Microsoftnak az aktivációs, hát, ja, hát úgy az adatok, igen, tehát azt le kell menteni mindenképpen róla, mert azok valóban eltűnnek, ha újra húzza az ember a gépet, viszont az aktiválással nem szabadna gondnak lenni, ha az előző, tehát most aktív éppen a rendszer, akkor onnantól kezdve a Microsoft aktivációs szerverei tudják, hogy ez a konfigurációhoz ez az aktiválás tartozik, erről a újrahúzás után ezt ő tudni fogja, és na magától aktiválódni fog. Bocsi, újra aktiváltam, tehát azóta nem dobja ez az ablakot uh-huh. semmi, de se a jobb oldalon van ez a, mi ez? Várjál rá, melyek azt, hogy a értesítések ablakban semmit igen. nem csinál. Bal oldalt van ugye az a kék kis ablak, ugye, a Windows 10-nél. Igen. Most az semmi, hiába, csak a jobb klikkel a mezei, hát, Win 98-as menni, vagy hogy mondjam neked? Hát szóval az önkék. Igen, értem, igen, a régi tehát fajta. Tehát minden eltűnt, és hiába néztem fórumon, utána néztem, lefrissítettem a Windows 10, hát ez nem hát igaz. Hát ott valami be van bekavart, tehát vagy valami vírus, vagy valami csinál ilyet, hogy valószínűleg a maga az ablakkezelővel van valami gond.
ugye a Windowsnak az ablakkezelésével, azért nem tudom megnyitni a startmenüt. Akkor egyszerűen fotó megnézni, mert így a te tanácsodat megfogadva, nekem semmilyen vírusírtó nincs, a Defendert használom, az viszlát ennyi. Elvileg hát elégnek kell lenni, bár ugye ez megint olyan, hogy ha ésszel internetezünk, akkor elég. De egyébként meg bármilyen vírusírtó lehet a gépen, hogyha ész nélkül letöltögetünk, de nincs rajta programot felrakunk, akkor az sajnos előbb-utóbb bejönnek a vírusok, tehát azért vigyázni kell. Aha. Tehát ha Defender fönn van és fut, akkor azért valamekkora védelmünk van. De 100%-os védelem az sosincsen. De az biztos, hogy ha bármilyen vírusírtot most fölrakok, lehet, hogy ingyenes vagy fizetős, mindegy. Abba persze, hogy a Defender kikapcsolat automatikusan megkikapcsolja. Ki fogja kapcsolni, igen. Igen, én próbálkoztam, a mai barátom mondta, hogy így vírusírtó nélkül Defender kapcsoljam ki. Bementem gépház, Defender, kikapcsol, újraindít. Ava pezve, ahogy újraindítom, a Defender magától visszakapcsol, igen. Ez a Windows 10-ben már ki van védve. Há, bravo! Most még egyszer az a kérdésem, hogy ebben a start menüvel kapcsolatban bárhova megyek, bármilyen fórum, vagy bármit olvasok, most mi van ilyenkor, ha elszárt a... Semmi, ezt nem tudom innen megmondani, valami nem engedi az ablakkezelőbe megnyitni a start menüt. Ez vagy egy program, egy bármi lehet, nem tudom ezt innen megmondani, tehát azt sem, hogy lehet ezt megcsinálni, tehát fórumokban is különböző dolgokra írnak. Ott hát elolvastam, semmit nem találok, hogy... Biztos meg lehet találni, csak hát most ezt innen láthatlanban, hogy? Tehát, hát hogy persze, én ezt nem tudhatom, hogy mi van a gépeden, úgyhogy... Ez, hogy... Én szerintem, ha valaki ilyenbe belefutott, hogy mit tudom, én is fölraktam egy programot, mindegy, hogy miért. Fölraktam, az így bezavar. És attól függ, milyen program, igen, tehát bezavarhat, persze. De innentől akkor úgy kezdődik, hogy húzzam újra, vagy? Hát én ezt tudom mondani, mert akkor biztos megoldódik a probléma. Mert már azt is mondták, hogy új belépő, mi az felhasználó néven. Hát azt is lehet esetleg írni, hogy másik felhasználó. Okay. Uh-huh. Másik felhasználó nével bejön, de viszont van egyetőik minden a gépről. Uh-huh. Azt arról minden. Hát persze, mert ugye egy másik felhasználóként van ott az ember, de ha rendszergazdaként vagy bent, akkor igazából hozzáférsz a másik felhasználónak a dolgaihoz is, ergo azokhoz a fájlokhoz is hozzáférsz rendszergazdaként. Tehát le tudod onnan őket másolni. Jó, hát csak... Kell. Gondoltam át, ha valakiért hozzá, hogy ami, vagy, hát, vagy tud segíteni. Alapvetően biztos, ha ott lennék, biztos egyszerűbb lenne, csak innen távolról, láthatatlanban, hogy nem látom, mi van a gépen, de biztos, hogy valamelyik program okozza, tehát körbe kéne nézni a programjait között, esetlegesen leszedni, ami nem kell, vagy amire gyanakodsz, hogy okozhatja, valamikor elkezdte csinálni. De bocsáss, vissza kell gondolni, hogy ilyenkor... Minden olyan, van egy jó pár program a gépen, én is ilyen előző valaki volt ilyen beszóló, ilyen videókkal foglalkozok, vágó szerkesztő programokkal, most ezeket leszedem, oké, akkor... Hát, nem garancia, hogy visszajön, tehát hogyha olyan szinten belebarmolt valamelyik program a Windowsnak az ablakkezelő részébe, hogy azt mondjuk rendszer szinten beleírt valamit, ami megakadályozza, hogy az normálisan működjön, akkor egyáltalán nem garancia azért, mert leszedi az ember a programot, hogy ez megjavul. Aha. Tehát, hogy itt igazából javítani kellene a rendszert, azt is meg lehet próbálni, ugye, hogy nem feltétlenül újra húz, nem javítani, csak telepítőről elindítani, és akkor ott a javítást választani, de én azt gondolom, hogy gyorsabb az újra telepítés. De akkor elveszik mindent, tehát kezdhetem. Hát előtte le kell menteni mindent, de hát az ugye alap, hogy amúgy is mentjük a dolgainkat folyamatosan, hogy meglegyen. Okay. Mert hát jó, pont az ilyenek miatt. Jó, a másik csak annyi, akkor gyorsan azt befejezzük, hogy amikor jó múltkor telefonáltam, hogy ez a Windows dobálja az ablakot. Igen? Én nekem úgy segített, ezt másoknak ajánlom. Betelefonáltam a telefonos, ugye a kódot ad meg. Biztos így nem elkezdtem hiszni, mikor hiszített a gép. Telefonon beadtam újra, és a telefonon keresztül, szolgálaton keresztül aktiválták a gépet. Nem tudom honnan, hogyan, miért, mit tudnak. Azóta semmi vagy. Tehát másoknak ajánlom, ha ilyen bajuk van, telefonos segítség. Igen, abszolút. Tehát valamilyen nem tudotta az aktivál. Ez is okozhatja egyébként egy vírus. Ugyanúgy, tehát lehet, hogy ugyanaz a probléma. Mikor hívtam, bekapcsolom.
Értem, okay, hát lehet, hogy ugyanaz a hiba, tehát ugyanaz a probléma okozta azt is, ami egyébként ezt a start menüs történetet is okozza. Ja, tehát, hogy valamilyen nem tud kommunikálni ajánlom, a Microsoft szervereivel. Okay. Jó, köszönjük szépen. Nincs gyors kérdés, mert lejárt a műsoridőn. Köszönöm szépen. Szia. És mindenkitől elbúcsúzom, mert vége a műsornak. Holnap folytatjuk. Szevasztok.